Arra törekszünk, hogy minél kevesebb párhuzamoság legyen a kistérségben az ellátások területén, mondta Pintér Szilárd a Kaposmenti Kistérségi Tanács elnöke megválasztása után. Dombovár beléptével a települési együttműködésbe ennek több területen megvannak a lehetőségei. Ilyen a szociális alapellátás területe is, melyben első között integrálódik a térségi ellátó a város azonos tevékenységi körű szervezetébe. Most tudunk olyan döntéseket hozni, amely jövő év költségvetésére vannak hatással. Ma délelőtt Dombovár város önkormányzata döntött arról, hogy ez eszébe befogadja az eddig a Kaposmenti segítőkészbe tevékenykedő 13 települést. Ebből adódóan azonban egy racionális döntés, nyilván költségvetési megtakarítással is fog járni. Ma délután a Kaposmenti Társulás ülésén, miután a város döntését már ismertem, örömmel tájékoztattam polgármesteri kollégáimat, akik szintén ezt a döntést megerősítették, és gyakorlatilag január 1-jel egy ilyen típusú intézmény fogja a járás összes települését ellátni. Ezzel, mondta a kistérségi tanács elnöke, egy olcsóbb megoldás születik, ráadásul hatékonyabban is tudjuk ellátni a feladatokat. Aki eddig betöltötte az intézményvezető szerepét, az megérkezett már Dombovára, Kovács Gabriella intézményvezető asszony. Gyakorlatilag azok a szerepkörök, amelyek eddig duplikálódtak, azok meg fognak oldódni annak a fele humán erőforrásból. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy szűnnek meg munkáját, hiszen a felszabadult humán kapacitással a szolgáltatás minőségét tudjuk javítani, így ezáltal mind a két területen változás fog válni. Megtartva az eddigi jó szokásunkat, azt gondoljuk, hogy a tagoknak egy étlapot kínálunk, és az étlapból azt a szolgáltatást vásárolják meg, amire szükség van a településükön, és költségvetésük megengedi azt. 5 éven keresztül jól működött a társulás, és reményeim szerint ezután sem lesz ez másként, mondta Pintér Szilárd. A kistérségi tanács elnökének véleménye szerint a szolgáltatások árai a települések pénztárcájához igazíthatók majd. Aszerint ki milyen ellátási formát kíván igénybe venni.